A szájkárok, a napraforgó és a kukorica termés átlaga is elmarad a korábbi évekétől. Sok helyen olyan száraz a föld, hogy az őszi munkákat sem tudják elkezdeni a gazdák. Jó minőségű az idei búza. A malmok egyelőre a korábbi áron adják a lisztet. Október-november körül derül ki, hogy ez így marad-e, vagy árat kell emelniük a pékeknek. Többet kell fizetni. A növekvő díjak miatt egyre több a bevétel a különböző biztosításokból. A napraforgó betakarításának a felénél tartanak a szabolcsi gazdák. Az aszályos időjárás miatt a termés hozama vártnál alacsonyabb számokat hozott. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Tavaly hektáronként 7,7 tonna termést arattak a napraforgó földeken a gazdák. Idén ez a 2-2,5 tonnát sem éri el. A kukorica hozama 3,2 tonna körül várható idén, míg tavaly hektáronként 7,6 tonna volt a betakarított mennyiség, hangzott el egy kukorica és napraforgó fajta és technológiai bemutatón Gyula Tanyán. Az ősz hátralévő részében a betakarítások mellett a kalászosok vetése vár még a gazdákra. A learatott területek egy részén már megkezdődtek a talajmunkálatok. Az idei évben a tavalyihoz képest 1000 hektárral kevesebb repcevetésére számítanak a szakemberek, valamint 5000 hektárral kevesebb búza kerülhet a földekbe, mivel az aszály miatt nem tudják elkezdeni az őszi munkákat. Ez azt jelenti, hogy a vetés területek 30-40%-kal csökkenhetnek idén a tavalyi évhez képest. A napraforgó és a kukorica betakarítása még tart, ám az eddigi termésátlagok az aszály miatt nem túl biztatóak. Sajnos az eredmények a betakarítás kapcsán nem érik el az 50%-os betakarításnál tartunk a napraforgó esetében, és a tavalyi 2,7 tonna per hektár az most a 2,5 sem éri el, illetve sok helyen még a 2 tonna alatt is marad. Sajnos a kukoricára is ez mondható el. A legutóbb, amikor találkoztunk, akkor még egy olyan 8% körüli betakarításnál reménykedtünk abba, hogy emelkedni fog, ahogy majd esetleg jobb területeken is vágunk. Ez most egy olyan 3,2 tonna hektáronként. A tavalyi átlagot megnéztem, ez a mi megyénkre vonatkoztatva is 7,6 hektár volt, úgyhogy sajnos az 50%-át sem éri el. Hát remélem, hogy a 4 tonnát el fogja érni, de már nem nagyon bízok benne, mint legutóbb esetleg optimista voltam. A gyulatanyai bemutatón a vidékfejlesztési program pályázati lehetőségeiről is szóltak a szakemberek. Ami legaktuálisabb, és a gazdák nagyon régóta várták már az augusztus 10-én elfogadott vidékfejlesztési programban, ez az agrárkörnyezetgazdálkodási kifizetések, ez egy 5 éves célprogram. Ez november 2-től lehet beadni december 1-ig. Ez vonatkozik gyümölcsösre, szántóra, gyepre, nádasra és ilyen zonális célprogramokra. Ezen kívül várjuk még az állattartó telepek korszerűsítését és a kertészet korszerűsítését, úgymint építésre járó beruházások és építéssel nem járó kertészeti beruházások, mint gépbeszerzések támogatását. Körülbelül ezek, amik az idén várható pályázati és aktuális kiírások lesznek. A fiatal gazdák pályázatának eredményhirdetését tegnap tette közzé az irányító hatóság. A nyertes pályázóknak legalább 100 pontot kellett elérniük a megszerezhető 150-ből. Ezek után a nyertes fiatal gazdáknak október 15-éig kell beadniuk a kifizetési kérelmüket a hatóságokhoz, tette hozzá az ügyvezető. Az aszály ellenére idén jó minőségű és megfelelő mennyiségű búzát arattak a gazdák, amiből a tavalyihoz képest jobb minőségű liszt is készül. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke kérdésünkre elmondta, a malmok egyelőre a korábbi áron adják a lisztet. Október-november körül derül ki, hogy ez így marad-e, vagy árat kell emelniük a pékeknek. A tavalyi búzatermésnek mindössze a 30%-a volt megfelelő minőségű ahhoz, hogy étkezési búza legyen belőle. Ez az idei évben megváltozott, és az összes termés megközelítőleg 70%-a malmi búza lett. Mivel a liszt minősége is megfelelő, egyelőre nem mozdultak az árak. Miután a termés az jó minőségű volt, és a malmok nem jeleztek még pillanatnyilag, hogy áremelés lesz, illetve úgy gondolom, ez majd a októberi, novemberi időszakban fog kialakulni, hogy ennek a lisztnek a árváltozása meg fog elkövetkezni majdnem. Jelen pillanatban ugyanannyiért kapjuk a lisztet, mint tavaly, tehát igazából ebből következik, hogy mi pékek sem fogjuk változtatni a pékáruknak az árát.
Az egészséges táplálkozás egyre népszerűbb, és ez a pékáruk keresletében is észrevehető. Egyre több durumrozs és magvas termék kerül a pékségek polcaira. Összességében már a fehér kenyérből szinte kevesebbet adunk el, mint a rozskenyerekből. A rozskenyerekből is már szénhidrát csökkentettünk is van, nem csak sima rozskenyér, és szeretik az emberek, tehát nagyon odafigyelnek nem csak a cukorbetegek, hanem akik úgy az egészséges életmódot is figyelembe veszik. Vannak magvas kenyereink, bagettjeink, nagyon szeretik, odafigyelnek az emberek, hogy mit esznek. A Pékszövetség védjeggyel látja el a magyar tulajdonú és az élelmiszerbiztonsági előírásoknak megfelelő üzleteket. Rövidesen a pékségek bejáratán és a kenyereken is megtalálható lesz a védjegyeztetett címke. Majdnem 400 ezeren nyilvánítottak véleményt a közigazgatási díjcsökkentésről. A kérdőíveket kitöltők közül legtöbben az erkölcsi bizonyítványt és az adóigazolást tennék olcsóbbá, olvasható a kormány.hu-n. Az erkölcsi bizonyítványt évente 3-400 ezeren kérik ki, ha ennek díját teljesen eltörölnék, akkor 1 milliárd forint maradhatna az állampolgárok zsebében. A cél, hogy 2016-ig 10 milliárd forinttal csökkenjenek az igazolási szolgáltatások díjai, valamint egyszerűsödjenek az ügyintézések. A növekvő díjak miatt egyre több a bevétel a különböző biztosításokból. A nem életbiztosítási üzletek díjbevétele meghaladta a 229 milliárd forintot az év első 6 hónapjában. Ez 15 milliárddal több, mint az egy évvel korábbi, hasonló időszakban regisztrált bevétel, derül ki a Magyar Biztosítók Szövetségének összegzéséből. A növekmény jelentős része a kötelező gépjárműfelelősség biztosítási, a kaszkó, illetve a betegségbiztosítási üzletágak bővüléséből származott. A nem életbiztosítási piac egyik alapja a kötelező gépjárműfelelősség biztosítási szféra, ahol jelentős növekedés volt észlelhető az év első 6 hónapjában az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest, tájékoztatta televíziónkat a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs főosztályvezetője. 2014. június végén egy éves átlagos kötelező gépjárműfelelősség biztosítási átlagdíj 19.800 forint volt, addig az idei első fél év végén ugyanezt, tehát egy KGFB átlagdíj Magyarországon 21.910 forintért volt köthető. A kettő közötti különbség az kb. 10%. Egyes piaci szereplők egyébként ennél nagyobb növekedést mértek, azonban azok általában egy szűkebb szegmest vettek górcső alá. A mi adataink azok az összes Magyarországon létező 4.590.000 szerződésnek az átlagdíjából képződött. A KGFB-s alapdíjak növekedésében az is közrejátszik, derült ki az Európai Autógyártók Szövetségének adataiból, hogy az első fél évben mintegy 37 ezer gépjárművet helyeztek üzembe Magyarországon. Ez 12%-os növekedés a tavalyihoz képest, így a biztosítási szerződések darabszáma is jelentősen, mintegy 173 ezer darabbal nőtt meg. A gépjármű biztosítások másik nagy területe a kaszkó biztosítások piaca is lassú bővülés mutatott az első fél évben, a díjbevételek 6%-kal közel 2 milliárd forinttal nőttek, a szerződések száma pedig közel 9700 darabbal emelkedett. Az átlagdíjakat tekintve itt is drágulás érzékelhető, hiszen egy évvel ezelőtt a kaszkónál 76.181 forintos volt az átlagdíj évente, most pedig 79.210 forint. Újra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legalacsonyabbak az átlag keresetek a KSH 2015-ös első féléves adatai szerint, hangsúlyozta nyíregyházi tájékoztatóján a Jobbik megyei elnöke. Adorján Béla kiemelte, a nettó átlagfizetés az ország legkeletibb megyéjében mindössze 110.835 forint. A politikus hozzátette, vannak olyan állami fenntartású központok, például a Vásáros-Naményi adatfeldolgozó, ahol az átlagkeresetet sem érik el a bérek. A legtöbb embernek, tehát leszámítva a vezetőket, a vezetőt, az négy osztályvezetőt és az osztályvezető helyetteseket, illetve még néhány munkatársat leszámítva, alanyi jogon mintegy 78 ezer, tehát 119 ezer forintos bruttó fizetés, aminek az járulékait levonva mintegy 78 ezer forintot vihetnek haza a dolgozók. Nyilván felmerül a kérdés, hogy hogyan próbálja meg felszámolni a dolgozói szegénységet a kormány, hogyha maga sem tartja be még a Szabolcs megyei átlagkereseteket sem.
Két személygépkocsi ütközött össze kedden hajnalban a 471-es számú főúton Nyírmeggyes belterületén. A két járműben 9 utaztak, közülük 7 súlyosan, 2 könnyebben sérültek. Az ütközéstől az egyik személygépkocsi kigyulladt, információink szerint az egyik autóban tisztázatlan eredetű dohányáru volt. A mátészalkai hivatásos tűzoltók fékezték meg a lángokat, a baleseti vizsgálat idején a helyszínt biztosították, majd a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoztak. Játékos formában tanultak és ismereteket szereztek a gyalogos és kerékpáros közlekedésről a gyerekek a Magyar Autóklub rendezvényén Nyíregyházán. A programokról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Szombaton 6. alkalommal rendezik meg az NVSC Tiszavasvári úti pályáján a Nyírség Kupa nemzetközi dobóversenyt. A szervezők közel 200 indulóra számítanak. A mezőnyben ott lesz az olimpiai ezüstérmes diszkoszvető Kővágó Zoltán és a fedett pályás Európa-bajnok súlylökő Márton Anita is. Megszerezte a profi középsúlyú magyar bajnoki övet Nagy Lajos Márk. Az NVSC Big Boxing versenyzője a szentesi ökölvívó gálán 10 menetes mérkőzésen egyhangú pontozással verte Micskó Sándort. A 24 esztendős nyíregyházi bunyós 21. profi mérkőzésén sem talált legyőzőre. Autóval, motorral és kerékpárral biztonságosan a közutakon. A Magyar Autóklub országjáró program sorozatának nyíregyházi állomásán kerékpáros ügyességi pálya várta az iskolásokat. Játékos formában tanultak és ismereteket szerezhettek a gyalogos és kerékpáros biztonságos közlekedésről. A Magyar Autóklub a közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében vállalja a prevenciós munkát. Nyíregyházán a hétvégéig a Pazonyi úti nagyáruház parkolójában ott lesz a Magyar Autóklub standja. Több mint 300 gyereket fogadnak szervezetten az iskolákból, de bárkit szívesen látnak, aki kíváncsi vagy ki szeretné próbálni a felépített közlekedési pályát. Ki a mester két keréken, kerékpáros ügyességi feladatokat oldottak meg a diákok. A fékezd magad játékkal pedig a megfelelő közlekedési távolság betartása volt a feladat. 7 és 14 éves kor között a gyerekek felelősségérzete megerősödik. Ebben az életkorban óriási szerepe van a tudatos nevelésnek, oktatásnak. Én azt tanultam a biztonságról, hogy mindig légy bekötve a kocsiban, és hogy a biciklisnek mindig a bicikli sávon kell menniük. Azon kívül, hogy a lehető legkorábban meg kell ismerkedni a közlekedési szabályokkal, az autósoknak nem árt a kellő gyakorlatot is megszerezni a közúton. Vizes pályán megállni, fékezni nem könnyű, egy esetleges baleseti helyzetben pedig gyorsan kell reagálni. Az autóvezetésnél 3 összetevőt kell figyelembe venni, az út, a gép és az ember kapcsolata. Abban a pillanatban, amint ez a kapcsolat valamilyen módon megszakad, akkor keveredhetünk olyan veszélyes helyzetbe, amit kezelni kell. Hát ugye különbözőképpen kezelik ezeket a helyzeteket a gyerekek, a felnőttek, és mi azért vagyunk, hogy felhívjuk ezekre a szabályokra a figyelmet. A Magyar Autóklub egészen a hét végéig várja az érdeklődőket programjaira, hiszen céljuk, hogy a kisgyerekektől a felnőttig minden közlekedőben szabálykövető magatartás alakuljon ki, ami segíthet abban, hogy csökkenhessen a közúti balesetek száma. Orvosi tanácsadással, szűrésekkel várják idén is az érdeklődőket a Szív Világnapján a megyeszékhelyen. A megelőzés kevésbé költséges és sokkal eredményesebb az egészség megőrzésében. Amikor csak teheti a szakma, erre kell, hogy felhívja a lakosság figyelmét a gyógyító munkában. Emelte ki dr. Adorján Gusztáv főigazgató a rendezvény beharangozó sajtótájékoztatóján. A szív- és érrendszeri betegségek nagy része megelőzhető egészségesebb életmóddal, bizonyos társbetegségek időben történő felismerésével. Ezeken a napokon tulajdonképpen találkozhatunk azokkal a jövendőbeli pácienseinkkel, akiket esetleg korán ki tudunk szűrni, vagy már egy kialakult betegséget diagnosztizálni, amiről ő még esetleg nem tud. Nagyon lényeges üzenete ezeknek a napoknak, eljutassuk azt az információt, hogy a legkisebb tünet esetén is a megfelelő szakemberhez kell fordulni. Ha ezt végig tudjuk, mondjam, az emberekkel el tudjuk hitetni, akkor már tettünk érte azért valamit, hogy sikerüljön a szív-érrendszeri betegségeket megelőzni. Zene.
Szombaton 6. alkalommal rendezik meg az NYSC Tiszavasvári úti pályáján a Nyírség Kupa nemzetközi dobóversenyt. A szervezők közel 200 indulóra számítanak. A mezőnyben ott lesz az olimpiai ezüstérmes diszkoszvető Kővágó Zoltán és a fedett pályás Európa-bajnok súlylökő Márton Anita is. A hagyományokhoz híven a dobók versenyével záró Nyíregyházán az atlétikai szabadtéri szezon. A viadal egyre népszerűbb a szakák képviselőinek körében, így szombaton az NYSC Tiszavasvári úti pályáján ott lesznek a magyar mezőny legjobbjai. A hazai versenyzők mellett román, ukrán és horvát atlétákat is láthatnak majd az érdeklődők. Népszerűsíthetjük az atlétikát Nyíregyházán, és nem csak nyíregyházi versenyzőkkel, az ország más részeiről is ideutazó versenyzőkkel, valamint külföldi versenyzőkkel egyaránt, és hát a legfiatalabbakat, akik kikerülnek a dobópályára, megismertessük azokkal a nagy versenyzőkkel, akik idézőjelbe tett nagy versenyzőkkel, akik ide utaznak, és hát remélhetőleg, hogy azok az eredmények, amit produkálnak majd, illetve azok az élversenyzők, akik ide eljönnek, azok példaképek lesznek a fiataloknak, és hát ezzel hozzásegítik a nyíregyházi dobóatlétikát, hogy egyre népszerűbb legyen, és egyre több gyerek legyen a pályán. A legrangosabb mezőnye a férfi diszkoszvetésnek lesz, dobókörbe lép ugyanis az olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoltán, valamint a hazai pályán versenyző U23-as EB bronzérmes Szikszai Róbert is. Mi a férfi diszkoszvetésben vagyunk a legeredményesebbek, ezért szerettem volna ezt a legszínvonalasabbá tenni. Úgy tűnik az előzetes bejelentkezések alapján, hogy ez sikerülni is fog, hiszen a legnagyobb név az ezüstérmes, olimpiai ezüstérmes Kővágó Zoltán, aki 69 méteres egyéni csúccsal rendelkezik, illetve Varga Roland, aki 67 méter 36 centis egyéni csúccsal rendelkezik. Úgy gondolom, hogy köztük elég komoly párviadal alakul ki, de szeretném, hogyha mi versenyzőnk, Szikszai Róbert is beleszólna ebbe a küzdelembe, aki 63-20-szal rendelkezik ugyan, de feltörekvő versenyző és nagyon jó állapotban van. A verseny szombaton 10 óra 30-kor a férfi gerelyhajítással kezdődik, a legnagyobb érdeklődéssel várt férfi diszkoszvetést és női súlylökést pedig zárószámként 15 órától láthatják a nézők. Megszerezte a profi középsúlyú magyar bajnoki övet Nagy Lajos Márk. Az NYSC Big Boxing versenyzője a szentesi ökölvívó gálán 10 menetes mérkőzésen egyhangú pontozással verte Micskó Sándort. A 24 esztendős nyíregyházi bunyós 21. profi mérkőzésén sem talált legyőzőre. Az eredetileg tervezettnél 2 évvel később találkozott a két boxoló, ugyanis sérülés, illetve betegség miatt 2 alkalommal is el kellett halasztani az összecsapást. A nyíregyházi ökölvívó decemberben megszerezte az ideiglenes bajnoki címet, a szombati szentesi gálán pedig a bajnoki övért lépett szorítóba a Profi Box Promotion színeiben versenyző Micskó Sándor ellen. A nézők küzdelmes, változatos 10 menetet láthattak, amelynek végén a pontozóbírók egyhangú döntéssel Nagy Lajos Márknak adták a mérkőzést. A 24 éves bajnok nem volt maradéktalanul elégedett a teljesítményével. Nem tudtam megcsinálni azokat a dolgokat, amit elterveztünk a meccs előtt. Nagyon nehéz meccsre sikeredett, köszönhetően annak is, hogy én megnehezítettem saját magamnak a mérkőzést, hiszen sokszor letapadtam lábon, magamra engedtem az ellenfelet, és így sokat kaptam fölöslegesen. De a lényeg, hogy sikerült megszerezni a címet. A nyíregyházi boxoló sorozatban 21. profi mérkőzését nyerte meg. Edző édesapja Nagy Lajos szerint a tanulságok levonása után döntik el, hogy melyik irányba indulnak tovább. Nagyon friss még az élmény, egyenlőre még átgondoljuk, még megpróbáljuk megfejteni az okát, hogy miért is került olyan letargikus állapotba a mérkőzésre. Aztán hát van több lehetőség, címvédés, magyar bajnoki címvédés, illetve gondolkodunk továbbiakban is nemzetközi, a WBO vonalon. Akár egy WBO Europe cím mérkőzésen. Az újdonsült magyar bajnok 2 hetet száll a pihenésre és sérülései kezelésére. Azok azonban nem akadályozzák abban, hogy edzéseket tartson a fiataloknak, és 2 tanítványával elutazzon a csütörtökön kezdődő egri serdülő országos bajnokságra. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A napraforgó betakarításának a felénél tartanak a szabolcsi gazdák. Az aszályos időjárás miatt a terméshozam a vártnál alacsonyabb számokat hozott.
Tavaly hektáronként 7,7 tonna termést arattak a napraforgó földeken a gazdák, idén ez a 2-2,5 tonnát sem éri el. A kukorica hozama 3,2 tonna körül várható idén, míg tavaly hektáronként 7,6 tonna volt a betakarított mennyiség. Idén jó minőségű és megfelelő mennyiségű búzát arattak a gazdák az aszály ellenére, amiből a tavalyihoz képest jobb minőségű liszt is készül. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke kérdésünkre elmondta, a malmok egyenlőre a korábbi áron adják a lisztet, október-november körül derül ki, hogy ez így marad-e, vagy árat kell emelniük a pékeknek. A növekvő díjak miatt egyre több a bevétel a különböző biztosításokból. A nem életbiztosítási üzletág díjbevétele meghaladta a 229 milliárd forintot az év első 6 hónapjában. Ez 15 milliárddal több, mint az egy évvel korábbi hasonló időszakban regisztrált bevétel, derül ki a Magyar Biztosítók Szövetségének összegzéséből. A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden. A legfrissebbekkel szerdán este jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A hűvös éjszakát holnap meleg nappal követi. Egy nyugat felől közeledő frontrendszer előtt melegebb és száraz levegő érkezik fölénk. Éjjel változóan felhős lesz az ég, csapadék nem várható, a délkeleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap csökken a felhőzet, majd többnyire gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, a déli szél helyenként megélénkül, délutánra 26 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti jellegű hatás van térségünkben. A hét második felében ismét nedvesebb levegő érkezik fölénk, csütörtökön megvastagszik a felhőzet, és sokfelé valószínű eső, zápor, zivatar több helyen jelentős mennyiségű csapadék eshet. Ugyanakkor fokozatos lehűlésre is számítani kell, a csapadékos idő a hétvégéig kitart majd. A jövő héten ismét naposabb időre van kilátás, a Móricz napi derültség szeles telet jelent, így tartották őseink.